Március 27-e van, a Színházi Világnap. Ez alkalomból 1962 óta a Nemzetközi Színházi Intézet felkér a színházi szakmából egy jelentős személyiséget a világ bármely pontjáról, hogy fogalmazza meg a gondolatait. 1962 óta ezen a napon a világ számos színpadán felolvassák ezt az üzenetet az előadások kezdése előtt. Idén ez már másodszorra nem történhet meg sajnos élőben, de remélem, hogy hamarosan újra kinyitnak a színházak, és újra játszhatunk, és újra találkozhatunk. Idén Helen Mirrent kérték föl, hogy fogalmazza meg a gondolatait, az ő sorai következnek. Nehéz idők járnak az előadó művészetekre. Sok művész, műszaki dolgozó, szakember, férfi és nő küzd egy olyan szakmában, amely már eleve bizonytalanságban létezett. Talán ez a folyamatos bizonytalanság teszi őket képessé arra, hogy szellemességgel és bátran nézzenek szembe a járvánnyal. A jelenlegi körülmények között a művészek képzelő ereje új, találékony, szórakoztató és megrendítő közlési lehetőségeket fedezett fel, nagyrészt az internetnek köszönhetően. Ember emlékezet óta történeteket mesélünk egymásnak. A színház csodálatos, és addig létezik, amíg ember él a Földön. Az írók, tervezők, táncosok, énekesek, színészek, zenészek, rendezők alkotóvágyát nem lehet elfojtani, hanem hamarosan virágba borul, új energiával, közös világunk újfajta megértésével. Már alig várom ezt a pillanatot.